Másnap a péntekre következő napon összegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátusnál, és így szóltak. Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életében ezt mondta, 3 nap múlva feltámadok. Ezért parancsold meg, hogy őrizzék a sírt a 3. napig, nehogy tanítványai oda menjenek és ellopják őt, aztán azt mondják a népnek, feltámadta halottak közül. Ez az utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél. Pilátus azonban ezt válaszolta. Van őrségetek, menjetek, őriztessétek ti, ahogyan tudjátok. Erre ők elmentek, lepecsételték a követ, és őrséggel őriztették a sírt. A szervezkedők tovább szervezkednek. Ahogy az ige is írja, szombaton összegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátusnál, és így szóltak. Uram, eszünkbe jutott, hogy még szombaton is, még a nyugalom napján is a szervezkedőknek, a maguk tervei szerint gondolkodóknak, tervezgetőknek mindig eszükbe jut még valami. Még szombaton is. Még a nyugalom napján is. És kapkodva szólnak, cselekszenek, szervezkednek, akarva, akaratlanul is, kiprovokálva maguknak, hogy fel ne ismerhessék, hogy be ne ismerhessék, hogy ott, abban a nagyszombati csendben, az Isten csendjében is, még ott is, ott van a kapaszkodó. Mert Isten szavában, kijelentésében mindig ott van a kapaszkodó. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten, szól a Zsoltárban az Úr szava. Szól az Úr szava. De én el tudok-e csendesedni? Megadom-e magam? Átadom-e magam az Isten csendjének? Ami, ha hallgatok, ha az Úrra hallgatok, akkor az a csend nem néma, nem halott, hanem Isten tárulkozik fel benne. Amire ma új esélyt kapok, amire ma én újra esélyt kapok. Erre a belső figyelemre, erre a belső csendre, amelyben Istenre ismerhetek. Hogy a nagypéntek és a húsvét, a megváltottság és a feltámadás között, hogy hol is vagyok, hogy ott vagyok-e csendben, de reménységben, ott vagyok-e ő mellette, ő vele. Amen.